Szép hosszú podcast volt. Ez duplán hosszú. Hello, hello, sziasztok. Szia Tibi bácsi, szia Laci. Hello, sziasztok. Szia Tibi, szia Viktor. Hello, hello. Ciao. Sziasztok. Sziasztok. Szia Tamás. Sziasztok. Szia Zoli. Köszönjük szépen. Köszönjük Zoli neked is. Viktor, nagyon szépen köszönöm a 13. havi előfizetést. Köszönöm szépen. Igazán nincs mit. Köszi. Na, közben itt vagyunk a központi raktárnál, mert hát mi azért itt egy kis túlpisságot elkövettünk, hogy letároltunk bizonyos termékeket, amit most el fogunk vinni, és megnézzük, hogy lekvár vagy pálinka lesz belőle. Ez lesz itt a kérdés. Tudod, ha vagy pálinka. Tudod, ha anyád meggyógyul, lekvár, ha nem, akkor pálinka. Úgyhogy viszünk, azt mondja, hogy a egyen elrébb nézzük már, hogy talán jobb is lesz egy kicsit. Almát, körtét, szívát, őszibarat, cseresznyem, hálna, sárga szilva, eper, szőlő, oliva, ó, van itt bőven, úgyhogy tudunk vinni. Logikázunk? Mi ott csináljuk? Azt csináljuk, hogy a lekvár, illetve a gyümölcs, tehát a pálinka gyárat, azt meg kéne tölteni. Ha már ott vigyorog. Tamás, sikert lehetőtöm potokon, hol csak a kolomot kell? Micsoda? A Chrome-on keresztül kellett letölteni. Aha! Na. Eperbe van bőven. Raklap. Úgyhogy hihetjük a cseted neked is, hello, hello. Berni! Szia, szia! Köszönjük szépen, hello, hello, szép estét neked is. Mordon, szép estét neked is, szia, szia. Mário, hello neked is, szia, szia. Köszönjük szépen, viszont neked is legyen szép estétek. Na, mint látjátok éppen ezt a gyümölcsösből, amit letároltunk, almát, cseresznyét és epret, most egyelőre ezt fogom elvinni, az újonnan Tibi bácsi által, Tibi bá által telepített gyárakba, és megnézzük, és akkor elindítjuk ennek a gyáraknak is a termelékenységét. Termelési termelékenységét, termelését. Na, mi vagy?
Hoho! És itt van az első gyárunk. Itt a SESZ főzdénk. És így pedig a legfár. Na, vigyek valamit valahova, vagy? Be is indulta. Eper, cseresznye, meg az almaszósz gyártás. A szuper. Na, közben lejövök, és akkor kilépek itt, ahogy hívjuk, úgyhogy jövünk ide. Itt a lekvár főző üzemünk így néz ki. Laci, gyümölcsöket a lekvárfőzőbe lehet vinni. Meg a szeszgyárba. Ja. Az palettás vagy ömlasztott? Palettások. Palettás. Én meg akkor addig itten nézem. Hordani egy itt van az eper. Ide került be. Van egy kis cseresznye. Ez is cseresznye. Hol a pótak is vannak? Azt szerintem most nálam. Viktor azt látja, vegyetek egyet nyugodtan. Így néz ki a kis epergyárunk. Karbantartás, víz, meg ilyenek már vannak benne. Itt vannak a papír, a raklap, a karton. Itt a befőttes üveg. Úgyhogy az most már itten van benne bőven. Itt van még a cukor, mert az kell a lekvárhoz. Igazából ennyi a maga a lekvár üzem. Ilyen frankul le lett rakva, van itt ilyen kisebb, ilyen kis körforgalom. És akkor menjünk át ide a szeszfőzdébe. A szeszfőzdébe itt tudjuk majd szépen pakolgatni, itt vannak az üveg. Papír, kardó, karton, raklap, erre a részre meg akkor lesznek itt a gyümölcsök, meg minden egyéb más dolog. Itt van az élesztő, itt a lő, telkapó, hello, hello, szia, szia! Itt is van még joghurt. Itt van, még kérem szépen. Ide is fog majd kelleni. Maláták, zápa, meg a búzamaláta, illetve simán búza is a rozs, mint termék, vagy termény. Sok kellene, gondolom itt a pálinkának az erjesztését majd abból fogják csinálni. Az eper, alma, cseresznye, amit ide, meg a málna, amit hoztunk még ide. Illetve ide is van egy kevés kis cukor.
És erről is be lehet jönni. Kívülről lesznek itt, amiket le lehet pakolgatni. Közben nézzünk, hogy mit vélünk felfedezni itt a udvarba. Úgy néz ki az udvar belülről. Három irányból be lehet jönni. Itt lesz majd az ilyen raklapos dolg, kiadóhely. Irattartó páncél. Valaki Jóci, szia, szia, szép estét neked is, hello, hello. Úgyhogy így néz ki a SZESZ gyár, úgyhogy... És akkor itt ezekből az alma, cseresznye, víz, élesztő, üveg, fahordó, töltés, elektromos töltés, karbantartás, raklap, kartonpapír, búza, rozs, búzamaláta, árpamaláta, cukor, tejszín, eper, márna, szőlő, és üres raklap. Így van, Del Capo. Nő szerint lekvár, férfi szerint pálinka. Tudod, ez az úgy szokott lenne, ha anyád meggyógyul, akkor lekvár, ha nem, akkor pálinka. Úgyhogy itt is azért megy. Ide az alma, befőttes üveg, cukor, víz, töltés, elektromos töltés, karbantartás, rakla, papír, karton, eper, cseresznye. És akkor az almaszósz, kompot, eperlek, fás, cseresznye, akár ezeket majd be kell venni. Úgyhogy megyünk is szépen itt vissza a úton, és akkor hozzuk a többi dolgot. Nagyon fajn ez a sövényes megoldás, tetszik. Jó lett. Nagyon. Majd van egy kis fatörzs, azt majd eltakarítjuk onnan, annyi, amit észrevettem. Egyébként szuperül néz ki. Hát azért már most itt egy kis Halloween díszítés azért már van. A live-nak a skinjén. Szokásos. Tök fa van rakva. Körülbelül ennyi így a nagy Halloween-i készület. Na, gratulálok, Tamás! Na, megvan az event. Hát, mi még... még sehol se tartunk. Nekem megvan a Halloween, azt tudom. Azt megcsináltuk a... illetve a Balkán event részének az elsőjét megcsináltuk.
nekem a Baltic Sea-vel összevont, még az hiányzik. Aha. Nekem még egyik sincs meg. Túl sokat játszok azért. Húzásba vitted biztos. Tibi az őrült módjára. Nem, hát Tibi az más elfoglaltság miatt. Melyiket figyük? Kört és Szilvát viszem. Jó. Arra Málából viszek egy adagot. Hol vannak? Központiba vagy a... Központiba. Valamennyit hagyok. Meg a gyümölcsösbe. Belőle. Persze mind a kettőt meg kell csinálni, mert akkor kapja meg igen az ember a... Van az egyiknél a kamionfestést adja, a másiknál pedig a pótkocsi festés, de hát igazából nem arra megy ki a játék, mert még nekem nem igazán jön be az a újfajta festés. Ha már megcsináltak ezt a Balkán DLC-t, akkor miért ne csináljuk úgy, hogy jó legyen. Bejárjuk ott azokat a dolgokat. Igaz, még Albániában olyan sokat nem sikerült úgy lemenni belőle, de hát ez van. Mekkora kapacitása? Mennyit figyek? Hát hozzá, mert van bőven kapacitás. Sárga szilva, kört, vőszibarat, mit figyek? Mindegyiket hozhatod. Kört, a szilva. Ami nem jó van, már üzemben az jó lesz a... Szeszfűzdébe. Vagy ami megmarad a szeszfűzdéből, az jó lesz a lekvárhoz. Úgy van. Alternatív megoldások kedvelőinek, tudod. Gyere, nyugodtan. És azt nézegetem, hogy... Hát most... Malnát hoztam.
Rakhatod ide is, ide már szerintem nem sok kell. Akkor maradékot meg átakod a másik. De, az már rég lent van az olyan tésztagyár. Sárga szilva is mát? Igen. Hogy megmaradt a hó a lapátokba, a gépekbe? A kiskedbe is benne van, meg benne volt a nagyba is. Még hideg van aztán, nem tudtam olvadni. Ja, értem. Ott van, 4 és mínusz 8 fok között van. Úgyhogy. Vagy ez, vagy az. Vagy ez, vagy az. 4 kötőjel 8, ja, az mínusz 8, jó. Mert ez 4 kötője 8, igen. Ugye? Oké, mert egy gyár még hiányzik. Előbentem el mellette. Na, melyik gyár, Zoli? Hát majd a halüzem, de az még... Halüzem hiányzik, szövőde, pékség, kajakeverő. Nem csak egy gyár hiányzik, még azért van, hogy hívják alternatív lehetőség. Most újításban meg azért jött be egy pár dolog. Gyere, Laci, nyugodtan. Megyek emelről. Visszafordultam, kimegyek a bejáraton. Valamis 4-es földdel szemben. Megnézzük, hogy miért ott gondolsz. Mikin sejtem. 34-es földdel szemben. 34-es földdel szemben ott nem gyárak vannak, ott a vásárlóportok vannak. Te ezt mondod itt, ezt a részt, a BGA-val árt ellenbe. Ott volt a szeszgyár régebben, csak már a szeszgyár nem fér oda. Az a gond. Igen, mert hatalmas lett a szeszgyár. A régi az oroban ott volt, de oda nem lehetett elhelyezni. Igen, főni. Roy nem figyel. Nem. Véleted? Kérdezem, hogy... Nyugodtan, még úgyis rakok ide egy pár dolgot. Az őszi baraszkot még. Sárga szilva. Húha. Most oda a 34-es földhöz, sőt, ami nem a 34-es, akkor közben addig ott megmutatom, hogy Zoli mire gondolt. Jövünk addig. Itt a végéje, és ezzel ráteremben volt régebben az a volt szeszgyár, szeszfőzde. Vagyunk. Igaz, Zoli, erre gondolsz? Dü-dü. Bip-bip. Hát ide, kérlek szépen. Oké. Okay. Ide.
Hát, ez nem fér ide. Ez akkor belóg a sportpályára. Már régebben itt volt a szeszgyár. És most... Mi most hívnak? Már jól esik. Igen. Most a... Jó, oké. Akkor egy pillanat. Oké, akkor oké, mert mindjárt úgyis itt vagyok, úgyhogy teljesen jó. Most jelen pillanatban ide a kajakeverőt lehet bepakolni. De mivel, hogy kaját mi nem keverünk, mert automatikusan megcsinálja a tehenészet, sert is takarmány meg melléktermékbe rengeteg-rengeteg van a gyáraknál, úgyhogy így. Így most azt se kell használnunk. Kell itt a burgonya is, meg kukorica is, meg tojás is, ezt lesz főzdébe. Igen, mert van tojáslikőr, meg a vodkához szerintem azok kellenek. A kukorica, az meg szerintem... Az lehet, hogy a whiskyhez, vagy nem tudom mihez. Azt tele van. Szerintem igen. Na, körtét számolja. Ja, látom, aha. Mert én tőlem már ennyi, nem vettél többet. Akkor valószínűleg a legfább főzőn majd átveszi. Mindjárt ráfordulok még egyszer, mert gyanúsan megállt. Ha? Sárga szilvát nem veszi tőled, nem? Nem, azt nem veszi, egyre költét veszi. Ide izéhez jó, jön Lökvárhoz. Számol mindent. Jó, költéből is ennyit számolt. Gyere, mennyi, Laci. A 50 ezeres a kapacitás, ahogy néztem. Mindegy, úgyis is fogjuk hagyni, úgyhogy... Megtömjük. Na, itt is csinálta Tibi bácsi kijáratot. Bizonyám, olyan fankó megcsinálta. Gyere, Lóri, rá tudsz állni. Veszi mindenki? Gyere nyugodtan. A körtét azt nem veszi. Ennyi. A sárga szilva az maradt nálam. Mit hozzak még? Mire van? Várjál, mert... Málnát már nem vettél. Sárga szívet és a költét se veszi már rá, nyilván nézzük, hogy... Akkor tele van. Itt van. Azt mondja, hogy almánkhoz nincs már. Sima szívet, akkor az sincsen. Cseresznyi őszibarac sárga szívából tele van, őszibarac fog kelleni. Őszi barac, meg sima szilva. Oké, van még fönn a raktárban? Tudom. Itt a túloldalt is van a rakópont, várjál csak. Itt próbál meg Roy. Hát, hogy veszi. A többit... Hát nem, tőlem nem veszi a sárga szilvát, de lehet, hogy a többit tőled veszi. Nem. Semmit? Nem, szerintem... szerintem megtelt. Úgyhogy megyünk így emelre, akkor visszavisszük.
Ja, nézem itt a kezdjárat. A szilva meg őszi barack, igaz? Sima szilva meg őszi barack, igen. Meg burgonya és tojás is kell ide legalábbis a szászfőzdébe. Azt mondja, hogy azt mondja, akkor lesz almaszószók. Szilva, lekvár, eper, málna, cseresznye, őszi barack és sárga barack. Azok lesznek, és akkor megnézzük, hogy ide az alkoholtjának, a szeszőzdébe nekünk mik azok, amik kellenek pluszba. Ó, majd vizet kell majd még tolni oda ezerre. 1 milliós a kapacitása. Kell egy kút mellé, aztán sics, hogy meg lesz. Búza, rozs az, ami kelleni fog még. Kukorica, burgonya, tojás. Válna, tele van. Ja, de meg szőlőt kell még hozni, majd szőlő jön még ide. Meg cukor. Cukker. Jó, hát akkor ez így gyümölcsileg ennyi. Nem tudom, most épp azon gondolkodok, hogy a gyümölcslégyár az... Igen, az is ott van még. Mindegy, egy kevés cuccost azért le tudtam adni. Jó, azt mondja, hogy itt a központi raktárba. És akkor azt mondja, hogy burgonyából, mert kukoricából is kell, lehet hozni 250-250 ezeret. De hogyha nem aktiválom be, akkor az úgy nem lesz jó. Az igen. Szőlőt is vigyek? Igen, légy szíves. A gyümölcs pálinkához azt használja az almát, a körtét, a cseresznyét, a szilvát, a sárga szilvát. És csinál belőle borecetet, meg komposztot pluszba. Gabona pálinka, ahhoz kellenek a maláták, és meg a kétféle gabona, rozs meg a búza. Igaz, jól látom, rozs meg a búza, meg a kétfajta árpa, maláta, a kétfajta maláta. A viszkihez kell a kukorica, meg a kétfajta maláta. A vodkához kell a krumpli, meg a maláta. A tojáslikőrhöz fog kellni plusz, amíg a tojás. Meg a joghurt, meg a vodka. Sárga szilva. Sima szilva, sima. Hogy már nincs. Az már lehet, hogy nincs. Alma sincs, üdvözlő gomba, panyagő, saláta. Válna lime. És a szőlőből megcsinálja. Vigyél egy kis tojást még. Mennyi rakla fél rád, Viktor? 120 ezer. Na, akkor vigyél tojást. Rakod. Aha. Százhúszezer még. De ja, nem, ezért. Hány raklap? 40. 40. Hány raklap? Az 8. 8, aha. Ez annyira érdekes, hogy a őszi boras cseresznye, eper meg a sima szilvából mégse vett át annyit. Tele vagy? Igen.
Na, bocsi, ha kicsit lagoltatás lesz. Már a maradékot visszahoztam. Életileg ennyi volt. Viszek fel akkor burgonyát meg kukoricát. Rendben. Raklapozni úgyis ketten raklapoztok. Már most olyan sok minden nem kell, mert azt mondja, hogy gyümölcsökből mi van még, amit itt esetleg el tudunk vinni. Én szőlőt meg őszi barackot hozok 40-40 ezer liter. Jó, hát szőlő meg őszi barack még van. Na, még valamit láttam még. Még tojás is, mert nem tudom, mennyi kell bele összesen. Mekkora a kapacitása. Mennyi a kapacitása? Mindjárt mondom neked. A 40 ezer tűnt fel a Viktor. Jó lett TV bácsi ez a gyárkompasztó. Ja, telefonál TV bácsi. Nem baj, attól még dicsérheted. Így van, nagyon-nagyon frankó lett. Majd mikor visszajön, akkor kezdjük el szívni. Nem. Hát amíg a dicsérjük csak. Így van. A jobb emberek azok fordítva csinálják. Szemébe dicsérik, hátra mögött meg szígyják. Hát egy kicsit faramúci a helyzet, de visszük. Sajnálom, hogy... Akkor ennyi volt a raklapozás? Egyelőre szerintem ennyi. Majd azt kéne, hogy hívják volna megcsinálni. Hogy a tojás, hogy mennyi van még esetlegesen bent? Hát 90 valahány ezer volt, abban 45 fővit még egy... Bocsánat. A egészség. Semmi baj. Nem, az 100 ezer fér el, tehát az... Igen, azt láttam, azon mondom, 90 valahány ezer volt bent azt... a központiban, még egy 50-et szerintem fel tud vinni. Oké, okay, akkor azért lemegyek. Dü-dü. Úgy, budu. Ha
Na, hol a túróba kell adni a burgonyákat? Emide, gyere Laci erre. Azt tudom, hogy csak azt hittem, hogy van a... Mert az, az a legfár rész. Uh-huh. És hogyha Emit jössz, itt oldalt lesz majd a... Ennek az oldalába lesz itt a... Itt be balra? Leöntő. Aha, itt majd neked balra. Gyere még, gyere, nem megy, gyere, még egyenes, itt olin vagyok. Vagy itt mész el majd balra. Ott Emit, és akkor ott lesz a tartály. Nem. Kösz. Vesem. Na, pánikon már van 141 liter. Ez alakul. Na, főhozok még ugyanennyi kukoricát. A 250-es a kapacitása. Tada van. Hát, és akkor megnézzük itt a részt. Hello, hello, szia, Drealger. Mi az újság? Bocsánat. Bocsi, jönni fog egy kis légilagi. Maradékot visszarakom a anyagraktárba. Nem így. Nagyon láttam, hogy színvel, aztán itt vagyok. Ó, köszi szépen! Éppen most a legvár gyárat, illetve a pálinka főzdét
Ez főzdét pakoljuk meg fele. Vagy... Megküldjük. Hát igen, igen, így is lehet fogalmazni. Van bőven mit amit a foglalatoskodni azért. Azért a lisztgyár, ott a fúrótorony. Nem beszélve itt a nyószágokkal kapcsolatosan a mentes rész, központi raktárról, gyümölcsösök. Van itt, amit csinálni, úgyhogy még így is van. Például itt a jobb oldalt ide fog majd jönni a pékség, igazából az még hiányzik. Itt van a malom, itt van mellett a hőerőmű. Van itt mit csinálni, olajmalom, a hentes rész, ágóhíd, úgyhogy van. Bőven. Erről a tejüzem van, jobb kész fele, majd arra fogunk elmenni. Fahordónk már nincs a raktárba. A raktárban nincs. Meg kell nézni, hogy lent az asztalos műhelyben ott van-e. És akkor ott esetlegesen elosztásra azt beállítjuk, és akkor nem kell ott hurcolászni. Azt mondja, van valamilyen jobb terraformáló mód? Mire gondolsz? Milyen... Mert az FS Miner az van, és az jó, mert igazából mi azzal csináltuk meg itt a dolgokat. És hát jobbára Tibi bácsi. Itt van még a fermentáló. Sülónk is. Van itt bőven. A fahordó gyártás az nem megy, de ha gondoljátok, akkor elindítom. Indíts már, akkor légy szíves. És akkor elosztásra tegyem? Igen. Oké. Ja, jobb, mint az alap. Hát az az FS Minert, akkor azt tudnám neked mondani. Mi igazából azzal kezdtük el csinálgatni itt a bánya résznek a műveletének a formázását. Mert az igazából ott nem kerül pénzbe. Hát nem viszi fentről az eurókat. Mert az ingyen van, csak hát idő kell hozzá. Azért nem akarja csúlni. Azt mondja... Vagy csak PC, vagy crossplay-es. Hát szerintem az PC-s. Arra én inkább azt mondom neked, hogy ez nem mint valószínű, hogy PC-s. Ez nem hiszem, hogy crossplay-es lenne. Én lehet, hogy ezt a hangát, ezt én lecserélem a francba. Micsodát? Ezt a hangát. Ebben mindig fennakadunk. Tőlemben is. Szerintem jobb. Ja, már neked akkor hogy hívják van ezek szerint?
Control. Hát oda azért elég korlátozottak a hát sajnos igen. Lehetőségek. És az a baj, hogy tehát hiába mondjuk ezt a crossplay-es dolgot, hogy majd hú, milyen jó lesz, majd tudunk együtt játszani, meg minden, meg túlót. Mert addig, míg PC-s verzióhoz kiadnak 66 félét, addig talán egyet-kettőt még kiadnak a konzolos verziókhoz. Igazából ez a gond, hogy a várva vár dolgok azok nem úgy jönnek sehol se, sajnos. Hát most igen. Most SOS van. Mindig edzünk, és ezért lettünk ilyen elősek. Na, sikerült belelógatnom a fát. Igen, az erős pityú. Például ez sincsen. Ja, hogy ez ilyen? Ilyet vettél? Ó. Furgós aljós. Eszilek meg, Laci! Mi a baj? Nem tudsz tolatni? Nem, bazzeg. Épp ma latolgattuk, hogy jogosítványa is van az embernek. Figyelj csak! Te nem tudod, milyen T-betűt raktam ki. A DC-n, szerinted. Én ezért ülök a jobb egybe. Na, akkor azt átadom neked azt a lehetőséget. Jó, mindjárt. Hogy elad a francba azt a porkocsit? Azt vegyél helyett egy normálisat. Nem. Ez lesz a jó. Három bőven el fognak férni itt a dolgok. Azt mondja, nem vagy, igen, nem vagyok konzolos, de viszont szoktunk vendégségbe játszani olyannál, aki konzolos. Úgyhogy tisztán vagyunk ezekkel a dolgokkal, szerencsére. Nézd meg. Végülis így is lehet parkolni rajt. Igen. Yeah. Múltkor néztük valami 500 órás. Micsoda 500 órás? A Nord mentésed itt a szerveren. Ja, hány órás? Azt mondja, várjál, még azt olvastam végig, amit írt először is. Azt mondja, ja, hogy amilyen, amiatt kell, hogy crossos, aha. Hát, igazából a modhubra felmentek, az a legegyszerűbb, ha modhubról olyat töltötök le, amihez igazából be van írva, hogy minden platform, tehát az Xbox, a PS, a PC, mi van még az, amíg az iOS-t is hozzáveszik. És az már azt hiszem, hogy a fogosan, hogy szólni könnyű, csak oda kell figyelni egy picit, hát hogyne. Megjött a profi, úgyhogy én majd szépen beparkol. Ráír van ideje. Profitól messze van, de megvárom még azt a pontot, arrébb dobod. Már viszem.
Ja, hát persze, ezzel lehet dobálgatni is, meg húzni, vonni, tolni. Mondjuk, hogyha nem a másikat tolnám rá, akkor jó is volna. Veszíten hely. Azt mondja, várjál, megmondom pontosan, hogy mennyi az annyi. Szerintem a jócskán felette vagyunk. Csak nem igazán szoktam én se figyelemmel kísérni. Mostanában azért kicsit kevesebbet toltuk. Azért a heti egy, max. Két alkalom volt, hogy így fent voltunk. Hát, az 500-at már régességen túlhaladtuk, 661,56 tized óra van. Tehát 661. Annyi van az LTS-emben, összesen. 160 óra. Hát, az már nem kevés, így van. Na, nem jó, inkább. Akkor... Nekem kéne egy kamion. Oké. Okay. Igazából itt van ez a terraformálós dolog, de szerintem ez nektek nincsen meg. Tehát ez az, amit használtunk mi a terraformázáshoz. Milyen farm 23-ast? 23, hát az nem telefonos játék? De, az az. Az azért, hogy hívják, most ő... Hát ha telefonon akar tolni, akkor valószínűleg, de mondjuk nem. Mi nem? Nem telefonon akar. Farming 23, hát 23 nincs is. 22 van. 23 az a telefonos verzió. Páratlan mindig a telefonos. Hát eddig a páratlan volt, tudjátok ahogy hívják. Igen. Eddig a páratlan volt a PC-s, 19-ig, és most, hogy csúszott egy évet, most így. Igen. Úgyhogy ez az elmentek telefonos verzió, az igazából olyan sok mindent... nem, hogy tehát sem. A 22. A 22 az, ami PC-re való, ami gépre. Az a 22, ja. De én telefonos verziót, hát nem hiszem, hogy annyira érdemes lenne azzal együtt ténykedni. Na, akkor... Kell egy kamion. Na, főnök, be van parkolva. Köszönjük szépen a lehetőséget. Újt meg az állatoknak meg majd enni kell adni. Jó, ez üres, ez jó lesz akkor, ezt elviszük. A vízvételező pont, amit leszoktunk rakni, az a My Buying Station? Nem. Nem, mindjárt mondom neked. Azt mondja, hogy... szerintem a konténereknek a végén miért nem. Utak. Azt mondja, hogy... A My Buying Station előtt van, azt mondja 3-mal, ahol a rendesen a vízpöcs van. A mezei kultak. Igen. Azt mondja, akkor ti a terraformálás gépeket csináltuk. Így van, így van. Mert az ingyenes volt, hogyha géppel csináljuk. Mert hogyha most csak simán formázzuk a játék adta lehetőséggel, tehát itt a... ami a játékban benne van résszel, azért te fizetsz. Te mindjárt mutatom is neked. Közben ezt akkor elindítom addig a gyümölcs légyárhoz. Ha van nekünk olyanunk, akkor a gyümölcsösbe küldöm a nem az almáshoz, hanem mondjuk az őszi barackoshoz, hogy menjen. Töltöm vízzel a szesz főzdét. Ja, már töltöd? Jó. Igen. Az építkezésnél itt van a tereprendezés, és itt látod, hogy itt a nélje, hogy mit tudom, minden egyes ilyen művelet, az 10 euró.
A festésnél 2 euró a festésre festenek azt. Természetesen ez mind pénzbe kerül. Viszont ha a gépekkel ez a Terra, vagy FS Minerre csináld, akkor az úgymond ingyen van, mert a gépekkel fogod csinálni. Annyi a különbség, hogy sokkal-sokkal pepecselős. Tehát nem tudsz egy olyat csinálni, most mondok neked valamit, szeretnék festeni, és akkor fogom, hogy mit tudom én, ezt a fajtát, és akkor szépét felnagyítom, és akkor itt egy ekkora területet csinálok. Tehát ekkorát nem fogsz tudni. Meg van határozva a gépeknek, hogy mennyi az a szélesség, meg az a hatékonyság, amivel tudja. Jó, akkor én meg is álltam, akkor vissza is megyek a tarlón keresztül. Az de amúgy itt a gyümölcsösnél van vízvételező hely. Ez nincs semmi. Hát, de egymillió kell, úgyhogy... Raktam le. De pont a vízleadóponthoz. Mert pont 1 millió kell, úgyhogy azt, amire megtölti ott 60 ezerével, az nagyon sok. Rá nem baj, az elfér. A szűnye. 13 kanyar. Meg egy kicsi. Meg egy pici, igen. Maradj bennem, 695 liter. Micsoda? Rózs, annyival többet hoztam. Busz alatt? Azt hittem, hogy belefér az a 600 aha liter. De hát nem. Vagyom. Nem visszaviszem. Oké. Okay. Na, akkor nézzük át, hogy mi az, ami... Nincs. Csirkéknek kéne majd lehozni búzát, vagy árpát, vagy cirkot. Mennyit? Szerintem egy ilyen... Mert olyan 60 ezer talán, ami vele fog menni. Nem. Úgy 50 ezeres a kapacitás, én most meg nem mondom neked. Hát, hogy 40... 80 ezeret, hogyha leviszel, akkor a kettőhöz szerintem elég lesz. Jó, azt mondja, hogy... Tej! Ó, végre elvitt az összes tejet. Addig az AI. Cucuk is vannak bőven, azok is jól vannak. És akkor megnézzük a gyárakat, hogy hogy járunk a gyárakkal. Érdemesebb különben terraformázni, úgy igaz, hogy pepecselősebb, de mégis csak ingyen van, nem fogsz egy csomó pénzt elkölteni, mert azt akartam egyébként mutatni neked, hogy itt ezt a részt, mikor itt le lett formázva, hát azért ez egy nagy hatalmas terület. Ez itt mind le lett formázva. Meg lett csinálva. Tehát ez nem volt egy vízszintes rész, ez külön úgy lett vízszintezve. Tehát ennek csak a formázása egyébként, itt Tibi bácsival néztük, meg ő nézte jobbára, ez körülbelül egy olyan 1 millió euró. Tehát innen 1 millió mínusz. És akkor úgy, hogyha minden klappolt és mindent meg tudtál csinálni elsőre. És akkor ezen felül még a gyáraknak volt a plusz költsége, amennyibe kerültek ezeknek a lerakása. Hát ez az, hogy felülről kellett lefele dolgozni. Mert olyan szintkülönbség volt, hát voltak, itt lehet látni. És csak itt van a szintkülönbség, itt azért lehet látni, hogy volt itt egy szintkülönbség. Azért itt van különbség. Ezt azért, volt egy live, amiben akkor elkezdtük ezt csinálni, és igazából majdnem a teljes live alatt talán
Hát nem akarok hülyeséget mondani. Hát egy körülbelül egy ekkora placot tudtunk megcsinálni. Egyet a rész. És ez lópigula. Akkor úgy az a rész volt ott. Nem, ezt be lehet állítani. Mindjárt akkor jövök ide, ahogy hívjákhoz. Tehát itt vagyunk. Be lehet állítani, hogy itt van ez a föld rész, az amit túrni fogunk, hogy ebből mi legyen. Ezt be tudod állítani, hogy legyen homok, föld, kavics, kő, különböző dolgoknak. Ebbe a az FS Minerbe, ahol ez a kis gépezet is benne van, illetve ez a nagy kanalas gépezet, be tudod állítani például, hogy meg lehet venni hozzá ilyen kimondott ilyen kőörlő gépet, azt mindjárt mutatom neked, hogy igazából a játékban is van, amiket a köveket, amit összeszedsz mondjuk a földekről, azok bekerülnek egy ilyen örlőgépbe, és akkor szépen leörli. Most van ennek egy ilyen mobil verziója, amit oda tudsz tolni, és akkor szépen tudod etetni vele azt az örleményes részt, és akkor tudod szépen leörölni. Hát nekünk itt van belőle, itt vannak így a kövek, itt meg van kavics. Még ez ide be van így hordva. És akkor itt van a mézgyár, és akkor most mi azzal etetjük. El lehet adni, be lehet gyűjteni, most mi ide begyűjtöttük, de ezt el is lehet adni, igazából. Jajaja. Hát alapból is el lehet adni, és akkor fogod, mit tudom én, belepakolod egy ilyen konténeres kocsiba, vagy pótkocsiba, és akkor azzal elviszed, és akkor eladod. Jaj. Jó a nev így. És akkor el tudod vinni ezeket. És akkor el tudod adni, vagy hogyha van olyan, mondjuk, mint hogy nekünk például ott van a mézgyár, amihez kell kő, kavics, mert az szépen leül, és akkor abból csinál meszet, akkor oda behasználjuk. Meg a homok. Most például az, ami kell. Így van, a követ el tudod adni, meg a kavicsot is el tudod adni, úgyhogy van persze mindig ez a része, hogy bármit meg tud csinálni. Így van, FS Miner, pontosan, úgy. Na, akkor. Hasó! Szia, köszönöm szépen a 100 bitet, hello, bello. Szia, basom. Csokoládé. Csoki. Csoki, azaz. Hogy telik? Lassan mi? Lassan, ja. Akkor 50 000-es, akkor jól mondtam.
Nem csak. Laci, ha ma itt vagy a kamionnal, igen? Trágyát elviheted a silóba, mert minden tele van trágyával, és van itt még a csirkéknél, meg a birkáknál is, meg a disznóknál is. Azt majd elszórjuk a földeken. Nem, a múltkor is ott elnöktől fölvittem egy majdnem teli kocsit. Nem feltöltöttem a műtrágya gyárat. Ja, most föl van töltve. Azért is mertem mondani. Le akartam jönni egy kamionnal, de így akkor már nem kell. Ja, úgy is megyek vissza, mert azt épp akartam nézni, hogy kell-e még valamelyiknek valami. Valamelyik állatnak. Ő elintéztem őket, mindent is feltöltöttem. Ja, jó. Csak azok a magok hiányoztak. Csíkéknek. Lekvárnak kell víz. Még az egyik csirkének kell majd hoznod. Igen, mert 50-et hoztam rá, ugye majd 40-et vett el az elsőnél. Na, még hozok rá egy 10-20-on. Mit kérdeztél? Egy lekvárnak kell-e víz, de ma látom, hogy fel van töltve. Crossplay-es a mod, mármint melyik? Lehet terrás. Terrás? Én szerintem az nem tudom. De lehet, hogy meg kell nézni. Na, rakakos állat kiadása. Akkor elméletileg itten megy minden is. FS Miner, de csak a kanalas része. Az is elég. Tehát az is elég, a kanalasra is tudsz bohózkodni. Meg próbálkozni. Először ki kell próbálni, hogy fog menni. Hogyha van olyat közte olyan, ott azért van a fent az FS Minernek az oldalán egy csomó minden. Úgyhogy azok közül nézd meg, hogy mik azok, amik jók. Jó srácok, azt mondja, hogy akartuk nézni itt a dolgokat, hogy mi hogy áll. Dolgozik az is. Az is dolgozik. Az is dolgozik. Halászat, hogy dolgozik? Az is dolgozik. Kavicsbánya is azért csinálja dolgokat. Komposztunk is van bőven.
Valamint is. Jó, már az igen, van 445 ezer messzünk. Ó, oh, itt vagyok, ezer bocsánat. Csak kedves édesanyám, 80. születésnapja lesz februárban, és egy elég nagy szabású szerveskedésbe vagyunk, és a részleteit kellett lebeszélni, tehát megyünk haza ugye Kisbérre, és hát ugye a 40 fő lesz körülbelül, aki meg lesz hívva, hogy lesz, mint ez, csak ennek a dolgait beszéltük át a húgommal, úgyhogy elnézést, hogy egy kicsit elhúzódott. Nem, mi baj? Megvártunk. Igen, igen, így van. Nem csináltunk addig semmit, innen. Jó, akkor megyek, hova menjek, mondjad, mit húztál, nincs mit vagyok. Nincs munkat. Ja, akkor viszont megyek. Ugye? Az itt a tésztagyárunk is. Jó, srácok, hát én azt mondom, hogy szerintem tekerjünk az időn keresztül kicsit az éterbe. Most, ha megetetem a tyúkokat, ne tekerjünk semmit sehova. Jó, jó, hogyha úgy, vagy, úgy állunk. És akkor szerintem márciusig át guríthatjuk a dolgokat, hogy most már akkor azok a téli hónapokban ezeket letudtuk, ezeket a nagy volumenű dolgokat, ami volt igazából itt a kavicsbánya, az üveggyár, ezeknek a lerakása, akkor a mézgyárnak a lerakása volt, itt, amit téli hónapokban csináltunk, illetve itt a szesz és a legvárfőző üzem, illetve egy kis hóhányás is volt itt a téli hónapokban, azért most próbáltuk egy kicsit úgy is tolni, hogy jó legyen a téli hónapok. Fakitermelés is, minden is volt. Fakitermelés is volt, úgyhogy kicsit úgy próbáltuk, hogy egy kicsit úgy érdekesebbé tenni a dolgokat. És akkor most jön majd igazából a fő-fő lényeg. Mert akkor, hogyha áttekerjük, akkor innestől kezdve, akkor jöhet egy kis tavaszi melódia. Szóljál, Laci, akkor, hogyha a go. Ja, mehet, már trágyát gyűjtöm, úgyhogy nem érdekes. Most már mehet. Ne szorozzunk. Ne szorozzunk, kérem szépen. Nem azt a tolják. Meg akkor már itten úgyis lesz majd egy kis plusz dolgok. Igen, mert ez a trágyadom, ez nem akar ürülni, ez inkább csak telik. Inkább telik, igen. Több jön bele, mint ahogy kivesz a rendszer. Mindjárt került egy kis megbízás is. Bizony. Megbízás, illetve a saját földünket is akkor tudjuk majd elkezdeni szépen bevetni. Lett munka. Pránya, vigyem.
78-as vetés, Lenmog. 300 ezer. Már megyünk is. Ha 62-esre nincs talajén, fogok most nézni. Megvan ez már. Hát bevállaltam egy pár minket. Melyik közben itten készítettem a nyárból. Őszi barack. Sárga szilva. Szilva. Ána. Eper. Cseresznye. És az almaszósz. Ez a 6. 7 darab végtermék lesz itt. Az ugyan, tényleg látom, hogy vannak itt a napig. Forrest Gump, jó estét, szia, szia, köszi. Hello, hello, az újság. Ha megnézzük itt is, hogy Forrecet az Eper Lime. Jó. És akkor ez is megvan. Na, nem sok lassú játszott és egy kicsit. Na, szuper. Na, akkor itt van a Eper. Itt van a vodka. Gyümölcspálinka. Nem. Az sima. Gabonapálinka. Gyümölcspálinka. Ána lime. Tojáslikőr. Itt a vodka. Itt a borocska. És itt pedig a whisky. Ezek a új gyáraknak a végtermékei. Na rossz helyre vitted. Rossz helyre vitted a bálát, azért. Biztosan különböző helyre kellett volna vinni. Ja igen, az is lehet. Akkor én fölmegyek a 46-osra, vagy a 53-as is felnyelzés. 44, 46. Az igen, majd az mind, csinálni. Az mind trágyázás alatt van. Az jó. Csinálom az 15-öst. Igen, látom, azért kérdeztem. Akkor... Nem, én fölrongyulok a 46-os. Oké.
Azt írja, nem a hely volt a rossz, mert átvett 10%-ot, és utána elkezdte eladni. Ja, akkor kezd el eladni, mikor teljesítetted a megbízást. Így van. És ha két megbízást elvállaltál, és a két megbízást két külön helyre kell szállítani, amikor az egyik megbízás 100%-ra megy, és oda vitted az ő eladó pontjára a szilást, akkor onnantól kezdve el fogja adni. Hiába a másik még nincs kész. Igen, azért mondom, hogy ott valami más jobb azt lehetett. Mert én is úgy, hogy hívják volunk. Ott be kell fejezni a megbízást, az elsőt, és akkor folytatni a másodikkal, másik helyre szállítva a szilást, szerintem. De mi is jártunk úgy, Lucival, hogy forgattuk a szénát, forgattuk a szénát. Tök fölöslegesen. Igen. A szilás kellett. Nem vettünk vele. De miért? Szóval többnyire a hiba a mi készülékünkben van. Igen, nálunk is voltak ilyen apróságok. Ott agyban volt probléma. Igen. Ott nagyon benéztem. Ott nagyon benéztem. Te meg csak jöttél utánam. Hát a francia fogja elolvasni a feladatot, mire. Ez olyan, mint a használati útmutató. Összerakok mindent, beüzemelem, és utána nekiállok és elolvasom a használatot. Figyelj, van, aki ki is dobja. Tehát mondjuk vesz egy IKEA-s bútort, és akkor neki áll csinálni, és akkor nem megy, tehát így fogja, és elkidobja, mert hát ez megy anélkül. Ennyi. Azt mondjuk biztos, hogy rajzból csinálnám, mert úgy könnyebb. Figyelj, mi férfiak profik vagyunk, tehát ez azért igaz. Tudni kell. A kalapácsok, a fúró mindenre jó. Mert a szabályokat is mi hozzuk, tudod. Azt annyit ír, hogy de nem volt kész, mert le volt kaszálva mind a kettő, és a behordás lett volna mind a két helyre, és az első kocsiból átvett 10%-ot, majd a többit eladta. Ó, értem. Hát... Az elég fura. Az igen, az eléggé. Az úgy eléggé gázos. Látom, Viktor, neked sem megy. Ben van a helyén, vagy ben van a helyén? A módszer van mindegy. Miért árulkodsz te meg amúgy? Én nem árulkodok, én csak kérdeztem. Na, nagy dobra vered itt a bénázásomat. Még jó, hogy nem én vagyok ott. Mi aztán nem veszem fel. Ó, az igen. Mit vállaltatok még el? Mit nem? Mint rágyázás csak. Az igen. Az van még egyáltalán gép? HDF. HDF Rasputyi. Köszönöm szépen a követéssel belőle. Ez azt hiszem, fűk a szállás, mondja az a gond, mert a kondicionális fűvetről voltam. De utána a saját földemet is lekasszált, fűvés még, voltam, azt át sem vette. Azt azért nem veszi át, mert azt még csak fűnek érzékeli. Tehát a 24 órát... De ha bár mondjuk az saját, akkor azt ott úgyis kell várni.
Nem is futottunk bele két anomáliába, de még mondjuk momentán így ebben nem. Hogy ne venné át itt a dolgokat. Ja, miért ezzel megyek innen el? Örültem, hogy végre lejöttem, azt mondja, hogy itt egy traktor. Hát ez az. Hogy ebben mi is van? Viszed vissza. Már viszem is. Már azzal a lendülettel. Ki melyik földön van? Melyik a szabad? Az enyém a 15. 46. Akkor megyek 56. Csak vigyázz, van a fehér az meszezés. Én szerves trágyával megyek. Jó. Az a rossz. Azt is lehet venni. Az olcsó, mint a trágya. Ez itt volt ebbe benne, úgyhogy azért jöttem föl. Ó, itt van az én kicsikém. Majd ha a gratulóban is lesz 500 óra, akkor abba hagyjuk. A mordot. Na most lassan az úton érjük magunkat. Róli, megnézed ott a silóba, van műtrágya? Vagy csak a műtrágya gyárba? Láttam, ott szaladgáltál, nem? Itt vagyok. Magok, szaporítom meg. Műtrágya van 6500 liter. De szerintem odalent sincsen. Mert az elosztásom van. De megmondom neked, hogy ha van is, akkor mennyinek kéne lenni. A saját földünket? Nem kell valamit csinálni vele? Műtrágya az nincsen, csak 200 liter. Úgyhogy ma kiderül. Meg ha folytatom az arastást, amit tenne felvettünk. De minden összeakad. Megnézzük meg, Viktor. Kell, azt mondja, hogy majd vetnünk. Az biztos, tudod, beszéltük a 32, 34, 29. Arra vetés lesz, meg az 59-es. Meg a 11, 12, 13-ra is majd valami vetés kell majd eszközölni. Jó, akkor én megyek a 73, meg a 69 környékére. Már hogy itt mi van még, ami... ami olyan kisebb. Úgyhogy, de sajnos összeakad egy csomó mindent, főleg, de nem csak ennél, mindennél. Tehát, hogyha egyfajtát aratsz, azok általában összeakadósak játszanak. Főleg, ha egy helyre viszed, az egy. Igen, egy helyre kell leadni, azok ugyanúgy összeakad. Hol a 15-ös? Az a Tibi van. Jó, igen, csak keresem, hogy hol van. A 14-es van. Jobb oldalon. Bánják. Meg a 16-os, meg a 14-es között, igaz? Jó. És a 17-es felett. És tudja. Viszak egy kis utánpótlást.
Ja, várjál, hát a Maze Plus az nem mindegyik térképhez jó. Szerintem ehhez se. Szerintem ehhez se jó. Tehát ahhoz a térképnek kompatibilisnek kell lenni vele. Köszönöm szépen. Nincs mit. Elmegyek a Tibi bácsihoz. 46-oson vagy, ugye Tibi bácsi? Igen, látszikám. Ott. A Maze Plus biztos, hogy nem kérte. Az nem Maze Plus, amit kér alapból a játék, hanem a Revampot kéri. Tehát az az, amit kér alapból. A Revampot. Mert az a... Az az egésznek a... Az egész gyár résznek azt tartja össze. Igen. A priorizáló rendszer meg... Azt tudja, arra van. Csak nézem, én mondom lassú ez a gépsos. Most már szerintem jó lesz így. Most már működni fog. Krisztin, szép estét neked is, köszi szépen, szia-szia. Hát... Nem tudom. Én nem akarom ezt, hogy hívják volni, mert mondom, mi mikor felpakoltuk. Mi nekünk 4 mappa szokott fent felrakva lenni. Van a sima mod mappája, a másnak. Akkor van a production mappája, illetve maga a térkép ebből áll össze. És a revamp, amit kér hozzá. Tehát nekünk alapból ebből a 4-ből áll össze. Tehát nekünk soha nem kért ilyen mézpusztos dolgot. Nincs is bent. Az egy másik kérdés, hogy honnan töltötte le a térképet, mert ha nem az eredeti forrásból, akkor még lehet ilyen probléma. Hozzámókolt dolog. Ez is igaz. De ha a Let's Play oldalról, akkor nem. Mert hogyha tényleg a Danielnek a saját hivatalos oldaláról van letöltve, mondom, mi onnan töltjük le, ott nem volt még ilyen, hogy külön. Azt a 3 modot letöltjük, és telepítésnél mondom ezt az egyetlen egyet, ezt a revamposat, ami fent van a modhubon, ez az, amit rögtön bekér hozzá, mert anélkül a gyártó sori rész az nem működne. Aha, eredetiről vetted le. Nem is értem, hogy kérhetett a mézt. Szerintem azt vett ki onnan. Nekünk nem rakja be, hát ugyanazzal játszunk. A megy is már 70, nem is tudom, 8. Live lesz belőle. Nem akarok hülyeséget mondani. De egyetlen egyszer nem kérte még tőlünk ezt a mézpusztos dolgot.
Tévi bácsi gyors volt. Hét istállót tett be, ami nagyobbak. Itt jövök, Lecse. Hát, nem tudom. Mondom, nekünk is az van fent. Nekünk nem kért ilyet. Csodálkozok. Ráadásul mi most elkezdtük a precíziót is. Már egy ideje azzal szórakozunk. Ez a második vagy harmadik év lesz, ami precíziósan megy. Harmadik talán inkább. Harmadik lesz, jó. Én is azon nem mertem. Jó. Mondom, ahogy hívják ott, az biztos, hogy tehát a három térképhez tart a térkép, a mod mappa, illetve a production mappa, az kell, illetve mondom a revamp. Ez a négy, ezt tudja, hogy fix kell ahhoz, hogy elinduljon a térkép, egyébként nem. Mindig kezdj egy új mentést, ezt nézd meg azon. Legfeljebb fotóz ki, aztán hogyha legfeljebb, hogyha tényleg kéri, akkor fotón dobd már be nekünk a chatre, Discord chatre, vagy a játékos megosztó részre, hogy érdekességképpen. Hogy mi még ráadásul még, tehát a textúráját is magyarosítva van, illetve a teljes tartalma majdhogy nem magyarosítottuk. Még abszolút nem futottam vele össze. Aha. Furcsa. Állatólaknál, amik újdonságok, ezek a nagyok. De csak színben tér el. Meg azt, hogy most keverős vagy nem keverős itt a szalvas marháknál. Most berakta ezeket a pakokat, hogy a közepes, kicsi, nagy. Jó, akkor ez itt megvan. Akkor megyünk a 69-re.
Most tudom, hogy az állatoknál ottan ki lett bővítve. Van egy ezres. És akkor az ezresnek itt van, hogy... Meg a 1600-as a legnagyobb. És akkor úgy van, hogy ez sima, ez a kettő. Ez ugyanaz, csak annyi, hogy ez kajakeverővel van ellátva. Ez a nagyobbik 1600-os, ez megint a sima, kétfajta szimpel, illetve ez pedig a kajakeverős megoldás. Aha. Na, azt mondja, hogy... Akkor valami anomália volt nálad. Mondom, úgy próbáld meg, mert mondom, nálunk ilyen probléma nem volt itt a lovaknál, és most az új fajta istán, ami most már, hogy hívják, 16-os. Ugyanígy itt vannak a sejtés részen, és ez a két fajta. Irkáknál is itt van már ez a több fajta. Van 500-as, meg van ilyen. A gép konfizásnál melyik gombot kell nyomni? N minden. Ah, megvan, köszönöm. Mit konfigurálsz? TikTok. TikTok? TikTok, vagy TikTok. TikTok, TikTok. Látom én is megnézni. Beszélgettünk itt olyanokról, hogy mit ki hova kéne még megvetni. Viktor? Tölteni. Állj meg, nem az agy. Most majd jó. Mondom, állj meg! Megálltam. Köszi szépen, Laci. Nincs mit. Nem sok, de darabig kitart. Ja. Pont ezért konfisztam följebb azért trágyázott. Komposot majd lehet elkínodni. Old Farmer, köszönöm szépen a követést, szia-szia! Ahogy eljövünk erre.
Nem nézzük, hogy ez hogy fog így működni. Komposztot is lehet a földre szórni, nem, Roy? Szerintem igen, de már most hogy hívják? Eladásra fog menni. Megnézem, hogy fogja majd csinálni a dolgokat. Ja, automatizálod autodrive-val? Azt akarnám, megnézzük, hogy hogy fog ez menni. Jó, nem kell messzire vinni. És itt csak egy 8-as kell leírnia. Na. Laci, jössz erre? Mindjárt. Mi kell? Trágya. Mindjárt viszek. Már nyugodtan vidd el a többiekhez, azt elmegyek tölteni. Hát, hogy trágyázik? Te? Már mindjárt megoldom. Hát szerintem végzek is, úgyhogy... És ez a sonyos 569. 95%-ká vagyunk, és van is ilyen egy csík, fél egy utolsó csík van már hátra, úgyhogy ilyen kiderül, hogy hát ez nagyon ki volt számolva. Jó. Szerintem ezzel én már most visszamegyek a tanyára. Ide a nagy földre ez a lópikula. A 71-re. Tehát 145 155 ezer.
Egy kanyar. Azért az úgy már úgy szép summa. Okay. Igen, kerestünk egy kis pénzt. De még most is. Ja, mondjuk ott lefele pörög. Bocsi. Jó. Azt én művelem a lefele pörgést. Nem én vagyok, azért mondtam, hogy halkan megjegyeztem, most kivételesen. Ez nem én voltam. Valaki kihúzta a dugót a bankból. Az én voltam. Nem én voltam. Bocsi. Nézd meg is arrébbtól. Gyere. Köszi. Nem tölti. Elsőből. Jó. Jön felül a dolgok. Ez hosszú lesz. Miért? Mekkorára állítottad? 500-as. Töltse innen is. Igazán, azt akartam megnézni árérték arányba, hogy a kettő között azért mekkora különbség van a komposzt, meg a komposztnak 722. 727 és 720. Azt mondja, hogy a műtrágya, az meg ezerni, míg a komposzt az olcsóbb. Én azon gondolkoztam, hogy miből lehet még itten komposztból lehet nem még műtrágyát csinálni. Majd viszünk le komposztot, aztán megnézzük, hogy mi lesz. Egy pillanat is. Kész a szervice. Az igen. Ide szeretnél jönni, Tibi? Nem tudom, lehet, hogy... Van a silóba, nem, innen tudod venni, de van a silóba műtrágya, onnan tudsz venni. Oda beleöntöttem a maradékot, ami rajtam volt. Ja, leraktad már az áttöltőt? Igen. Üres vagy? Hát még nem, 5000. Ezek köröztem csak. Jó.
mindjárt viszek. Kiküldjem hozzád? Töltött. Jó, köszönöm. Hányosan vagy? 42. Okay. Hát itt újra elkezdődtek a tavaszi munkák. Úgyhogy majd innen fogjuk folytatni. Nagyon szépen köszönöm a játékot, Tibi bácsi, Tibi, Laci, Viktor. Köszönjük. Köszönjük mi is. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Köszönöm szépen a figyelmet, a követést, a feliratkozást, a biteket, szubot. Úgyhogy találkozunk majd legközelebb is. Addig is mindenkinek kitartást, további szép estét, jó éjszakát. Sziasztok. Szép estét, sziasztok. Ciao, sziasztok.